A trianoni egyezmény kettészelte Ipolyságot, leválasztva a belvárosról a homoki városrészt, valamint a vasútállomást. Az új államberendezés megszüntette a város megyeszékhelyi státuszát, és az új határ megpecsételte az addigi országos piacokra termelő üzemek sorsát is. A határkiigazítás után a vasút a várossal együtt Csehszlovákia fennhatósága alá került, és az addigi magyarországi üzleti kapcsolatok felszámolódtak, mondja Kapusznyik Csaba helytörténész. Napjainkban az ipolysági vasútállomásról már csak Párkány és Zólyom irányába lehet vonattal közlekedni, Magyarország felé már 100 éve nem. Ami a legnagyobb érvágást jelentette, az volt, hogy ezzel a Vármegyei központi járási székhelyi státusz megszűnésével az áruforgalom, a kereskedelem is csökkenő tendenciát mutatott. Gondolok itt arra, hogy a békeszerződés Ipolyság vonzás körzetéből lehasította a déli területeket. Ezek a Ipolyságtól délre elterülő, ma Magyarországhoz tartozó falvak ide jártak piacozni. De megszűnt a kereskedelem Budapest irányába is, és az új piacok kialakítása meglehetősen nehéz volt. A gazdasági élet jobb kihasználását valószínűleg a nyelvi korlátok is késleltették. Valamint a már viszonylag erős konkurenciát jelentő, olcsó tömegáru gyártására berendezkedett csehországi gyárakkal is fel kellett venni a versenyt. Nagy gazdasági erő volt az itt működő téglagyárakban is, és egy érdekesség ebből a szegmensből egyik ipolysak téglagyár esete, amit az újonnan kijelölt országhatár tulajdonképpen félbevágott, és ezzel a jövőjét is és a sorsát is megpecsételte. Ipolyságnak egykor 3 téglagyára volt, ma már a pontos helyét is csak feltételezni lehet. A trianoni eseményeket követően ugyanis a cégeket leépítették. Winter Sándor és fiai jelzésű tégla. A Winter család, illetve az Engelhardt és a Holzer féle gyárakban készült téglák ma is megtalálhatók a Honti Múzeumban, de sok ipolysági családnál is. Azzal, hogy új határvonalat húztak, gyakorlatilag a téglagyárak Magyarország területére kerültek, a téglagyárat működtető családok pedig itt maradtak Ipolyságon. El lehet képzelni, hogy mennyire nehéz lehetett működtetni ilyen helyzetben egy ilyen téglagyárat, és milyen nehéz lehetett megszervezni azt, hogy a termékek oda kerüljenek a vásárlóhoz. Ipolyság és vidéke 2020-ban gazdasági szempontból Szlovákia fejletlen területei közé tartozik, a perifériának számító határmenti térség leszakadása pedig egyre szembetűnőbb.